még nem beszélve arról, amit nem mondtam, hogy a talajterhelés. Bát a polgármestere éppen arról beszél, hogy itt a település alsó részén a helyieknek szippantós kocsit kellett hívniuk, hogy elvigyék a szennyvízüket. Számtalanszor okozott ez gondot, ám az új átemelő építésével és az új szennyvízhálózat létrehozásával mindez már a múlté. A beruházás Bátán 300 millió forintból valósul meg. Remélem, hogy nem sokára megtörténik a próbaüzem. Egy műszaki probléma miatt, ugyanis itt a Duna melletti részen olyan kőzet található, kőzetpad, így mondanám, ahol, amit nagyon nehezen lehet átfúrni. Na most a kivitelezés során ezt a kőzetpadot eltalálták, ezért egy plusz átemelőt kell megépíteni. Bátaszéken is sokat haladtak a szennyvízvezetékrendszer kiépítésével és a szennyvíztelep rekonstrukciójával az elmúlt hónapok során. Kövesd el Lajvéron a befejező szakaszokban vagyunk, a Gauzer telep teljesen készen van, a Orbánhegyi úton még az átemelő környékén dolgozunk, illetve hát az átemelőknek a komplett teljes beüzemelése, elektromos árammal való ellátása és egyéb dolgai, ezek még folyamatban vannak, ezek még zajlanak, ugye ezeket majd körbe kell keríteni, környezetét kell rendezni, ezek vannak még hátra. Az új szennyvíztelepen a próbaüzem elindult, és várhatóan nyáron fejeződik be. Úgy tűnik, az első eredmények jók, mondta az előbb régió vezetője. Várhatóan itt azért úgy szeretnénk, ha itt május-júniusra meg lenne az a vizsgálatsor, amivel bizonyítaná, hogy a telep maximálisan tudja az előírt paramétereket minden üzemállapot folyamán. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere szerint a 21. században már természetes, hogy egy lakóingatlan összközművesített legyen, ezért is nagy jelentőségű ez a beruházás, aminek köszönhetően a településen 2800 méter vezeték épül, és 152 új ingatlant kapcsolnak be a szennyvízhálózatba. Ezekkel a beruházási elemekkel gyakorlatilag a város 100%-ban szennyvízcsatornahálózattal fog rendelkezni. A teljes fejlesztés várhatóan júliusban zárul le.